ki az első pár. Két hónappal szívműtétje után újra teljes Kardos József élete. Az Újpest kétszeres bajnok és 33-szoros válogatott védője újra dolgozik, tanít, edzést tart és MLS ellenőrként is tevékenykedik. Szövetségi ellenőr vagyok. Öreg fiúk válogatottat csinálom. Amikor meglátogattuk, éppen Kőbányán a Borremissa Péter gimnáziumban tartott foci tréninget 13-14 éves játékosoknak. Igen, testnevelés, labdarúgást tartom, hétfőket szerda. Van három korosztályom, akiknek edzést tartok, kettő versenyeztetve van, illetve a 7-8 évesekre csak képezem őket is, majd később lesznek versenyeztetve. Még augusztus közepén kapott infarktust, és az autójával balesetet is szenvedett. Meg kellett operálni a szívét, mert egy ér elfáradt benne. Ezután a balatonfüredi szívkórházban lábadozott, míg nem teljesen felépült és hazaengedték. Két hónapja volt a szívműtét, tulajdonképpen nem foglalkozom a szívműtéttel. Jó, itt vannak a vágások, megvannak, esztétikailag, hát nem vagyok egy matyóhímzés, de nem foglalkozom vele. A főorvos úr megmondta, hogy rendben van rakva, teljes életet élek, és ezt így is csinálom. Amúgy a rehabilitáció tulajdonképpen egy kis hízókúra volt. Kélek szépen 8 kilót híztam, hát emlékszem. Mindig mondták a főorvos úrék, hogy parton kell sétálni, én sétáltam becsülettel, csak rengeteg ilyen sütöde volt a parton, tudod, és a sült kolbászok, halászlé, fokhagymás, meg ja, és a fagylaltok milyen finomak voltak, úgyhogy 8 kilót sikerült íznom 3 hét alatt. Igen, sajnál, megelőzzem! Az a brigád fog kezdeni! A műfüves pályán gyakorló srácokhoz mindig van egy-két vidám mondata, látszik, hogy élvezi, amit csinál. Milan, gyere már, hogy határőrök lőnek! De ezek a srácok még szófogadóak. De hát aztán tudom, hogy kezdenek majd egy kicsit csillészkedni. De nincs ezzel semmi probléma. Tudod a sportban, hogy eredményt elérje, ez is az egyik része. Kardos József már 25 éve edzősködik. Megjárt az egész országot, de felnőttekkel már nem szeretne foglalkozni. 25 éve vagyok edző. Hát abból egy korszakot én lezártam. Mikor a felnőttekkel foglalkoztam, azt hittem, hogy megváltom a labdarúgást, nem így lett. Csináltam egy-két bajnokcsapatot, de többet szerettem volna, jobbat szerettem volna. Rengeteget költöztem, tönkrement a család is bele, és feladtam én ezt a részét. Egyszer Kiskunfélegyházán, egyszer Ózdon, egyszer Szombathelyen, egyszer Komáromba ébredek. Én ezt már nem akarom. 4 éve nem iszik, nem dohányzik, de az életmódján még változtatna. Ahhoz, hogy újra futballozzon, le kéne dobnia még jó 10 kilót.